Több helyen bemutatták már a Gyöngyhajú lány című Omega musicalt nagy sikerrel. A darab egyik főszereplője Sánta László, aki 12 éve játszik musicalekbe, így közel áll hozzá az éneklés. Pozsgai Zsolt, a darab rendezője volt az, aki fölkért és megkért rá, hogy ugorjak be ebbe az előadásba. Akkor egy másodpercig úgy állt a helyzet, hogy csak egy előadást kell megcsinálnom. Ennek már azt hiszem 6 éve, úgyhogy viszonylag régóta csinálom az előadást. Nagyon szeretem, mert ezek az Omega dalok fantasztikusak, úgyhogy már csak ezért is érdemes eljönni és megnézni. Lénával való együttjátszás nem mindennapi feladat volt a színművész számára. Az első időben egy picit ijesztő volt, hogy jól mondjak minden szöveget, ne roncsam el egyrészt, másrészt pedig nyilvánvalóan azért a Lénának mást jelent ez az előadás, mint nekünk, hiszen tehát ő, hogy is mondjam, csak az édesapja révén neki ez abszolút mértékben szívügye, vagy a húsa, a vére, ez az előadás is, ezek a dalok. Ráadásul a dramaturgiája az előadásnak is olyan, ami önmagában is megérinti az embert, hát még egy ilyen háttértörténettel, mint ami a Lénának van, hogy ugye az édesapja ezeknek a daloknak az egyik alkotója volt. Úgyhogy felemelő érzés egyfelől, másrészt meg hát ő egy ugyanolyan kolléga, mint bárki, úgyhogy igyekszünk, hogy is mondjam, csak csipkelődve és évődve játszani ezeket a szerepeket, hiszen pont erről szól ennek a két figurának a viszonyrendszere, úgyhogy az életben is próbálunk kicsit hasonlóan, ilyen kis játékosan, testvériesen egymáshoz állni. A musical egy új főszereplővel gazdagodott, aki a legendás zenekar frontembere. A 3 éve elhunyt Kóbor Jánosnak a lánya Kóbor Léna lett. Másfél éve csöppent a produkcióba, ezzel a szerepléssel édesapjára is emlékezik, a 17 éves Kóbor Léna. Másfél éve játszom ezt a szerepet, mert akkor keresett meg a TBG Production, amikor Békefi Viktória terhes lett, és akkor mondták, hogy lesz egy ilyen casting, és akkor mondták, hogy mindenképpen jöjjek el, próbáljam meg, hát ha sikerül, és akkor szerencsére sikerült, és utána volt egy két hónapos próba folyamat, és tavaly májusban volt az első előadás, és akkor azóta már rengeteg előadáson vagyunk túl, és imádom játszani ezt a darabot. Kiskoromtól kezdve készültem erre, mert jártam énekórákra, táncórákra, szóval úgy tényleg egészen pici koromtól kezdve mindig néztem apukámat a színpadon, hogy milyen jó neki, és egyszerűen majd én is ott szeretnék állni, és amikor jött ez a lehetőség, akkor tényleg azt éreztem, hogy nem most meg kell mutatnom, hogy tényleg ez nekem menni fog, és ezt szeretném csinálni. Én látom, hogy mindenki tényleg szerettem meg ezeket az Omega dalokat, és a felkészülési idő alatt is mindenki nagyon segítőkész volt, és a legjobbat akarta, hogy tényleg sikerüljön megtanulnom a szerepet, és a Krista szerepe nagyon hozzáillik, mert ugye egy 18 éves lányról szól, és ugye korban is azért közel vagyok, és emiatt teljesen passzol hozzám. A producer Vona Tibor azt tapasztalja, hogy egészen a 20 év körüli korosztályt is magával ragadja az előadás, hiszen ők is ismerik a dalokat, és persze az együttest is. Olyan 22-23 éves korig le tudunk menni érdeklődés tekintetében. Szigliet is például ilyen volt, amikor családostól nyáron megérkeztek, és csináltunk egy fulltáblás teltházat. Nézegettem, itt a korosztályi összetétel az 50 pluszos. Biztos vagyok benne, hogy nosztalgiázni fognak, biztos vagyok benne, hogy könnyezni fognak. Az a cél, hogy könnyezzenek, de örömükben és boldogságukban és a kellemes nosztalgikus emlékek mentén. Első szereposztással érkeztünk, nagyon nagy közönség sikeres számítunk. A technikai beállás, a beéneklés, ugye itt voltam, ez kiválóan sikerült, ezek mind olyan fontos háttérmomentumai, amit mi már látunk
hogy szellemileg nyilván nincs két egyforma előadás, de a kollégák azok annyira mennyire összefogottak, és mennyire érzik magukat a bőrükbe. Itt most mentálisan egy nagyon erős csapat, ugye a főszereplő a Sánta Laci, múlt hétvégén a Starbucksban nyert, nem is verték nagyon-nagyon, tehát alapvetően én azt gondolom, hogy innentől kezdve egy kiváló előadásnak lehetünk majd a szevés fültanúi. Egy lányról, egy testvérről, egy meg nem született testvérről, aki óvja, vigyázza Krisztát az élet útján, szól ez a történet, aki egyébként testet öltve maga Trombitás Frédi, vagy Szabó Máté, vagy Sánta Laci, és az édesanyja. Ez egy családi történet, egy balatonnyári családi történet, és az édesanyja visszaemlékezve erre a meg nem született gyermekére énekli el a gyöngyhajú lány dalt. Nagyon hálás vagyok, hogy Preszerpici annak idején Adamis Annával leegyeztetve természetesen odaadta a négy nagy tételt közt a gyöngyhajú lány, tehát ugye a Presser csomagból van a Trombitás Frédi, a régi csibészek, a petrollámpa és a gyöngyhajú lány. Ezek nem maradhatnak ki egy nagyon meg a musicalből, mint nagy slágerek, nagy tételek. A Gyöngyhajú lány Omega musicalt október 11-én mutatták be a pécsieknek a Lauber Dezső sportcsarnokban.